Sziasztok! A prostata, mint az impotenciáért legalább 90%-ban felelős szervünk, egészségének prevenciós jellegű fenntartása a következőképpen kell, hogy kinézzen. Először is lássuk, hogy mi az a prostata. Ez egy gesztenye méretű szivacsos szerv, közvetlenül a húgyhólyag alatt, ami körülöleli a húgycsövet, hogy a megfelelő pillanatban azon keresztül üríthesse a tartalmát, a prostata váladékot, ami az ondónak a 20%-át teszi ki. 80%-ot az ondóhólyag váladéka ad hozzá, 2%-ot pedig a heréka a spermiummal. A prostata váladék enyhén lugos kémhatású, ezzel védve a spermiumokat a női hüvely savas kémhatása ellen a teherbeesés érdekében, és ezért van az, hogyha valakinek van akár csak egy minimális prostata gyulladása, ami egyáltalán nem okoz semmilyen tünetet, arra mégis elég, hogy eltolódjon a váladék pH-ja semleges, vagy akár a savas irányba, innentől semmiféle védelmet nem adva, és a teherbeesés egyszerűen kizárt, mert életképtelen spermiumokat fog átadni. Ez a fajta krónikus gyulladás egyik napról a másikra jöhet, évtizedekig is, vagy akár örökké tarthat, abszolút tünetmentesen, úgyhogy közben fogalma nincs róla a paciensnek, hogy bármiféle jellegű problémája lenne, mert ahogy mondtam, semmilyen tünetet nem okoz. Szegény nő meg rohangál dokitól dokig, nem találnak semmit, és nem értik, hogy mi a baj, de erről már van egy korábbi videón, belinkelem ide az alá a leírásba, a férfi meddőségről szól, ami probléma, mint férfi meddőség, maximum egy hónap alatt teljesen gyógyítható, abszolút megszüntethető. És akkor nincs az, hogy a nőre van hárítva a felelősség, hogy miért nincs terhes, és stb. Na mindegy, nézzétek meg azt a videót, ott kirészletezem elég rendesen. Na hát akkor most meg is beszéltük nagyjából, hogy mi az a prostata, akkor lássuk a címadó tartalmat. A nemi működés ellentétben a nőkkel, férfiaknál nem ciklikus jellegű, hanem halálig tart. A nemi vágy, a libido, a szexuális együttlét utáni érdeklődés csökkenése, hiánya vagy akár a totális impotencia sokunknál előbb-utóbb jelentkezik, amit rendszerint a kor előre haladtával magyaráznak. Pedig ez az előbb említett oknál fogva egyszerűen nem fedi a valóságot. Ha az esetek döntő többségében felelős okot, a prostata krónikus gyulladását kiiktattuk, akkor 100 évesen is ugyanolyan kanosak vagyunk, mint tinédzserként. Időre órára fel tudjuk így is turbozni magunkat különböző tesztoszteronfokozókkal, potencianövelőkkel, de az csak a probléma elkendőzése, és ahogy lecseng a hatás, visszatér a fásultság. Mi okoz ilyenfajta tünet mentes prostata gyulladást, ami akár örökké tarthat? Hát akár felfázás is, de sokkal jellemzőbb, hogy mellőzzük a gumiószer használatát hüvelygyulladás, torokgyulladás vagy analszex alkalmával. A kórokozók a húgycsövön keresztül felkúsznak a prostatába, és ott is maradnak, amit követ az érdeklődés csökkenése, vagy éppen teljes hiánya. És erre csak egyetlen megoldás létezik. Urológus, kémcső vagy petricsésze, és egy 2 hetes vagy 1 hónapos célzott antibiotikum kúra, és jön a fiatalkori feltüzelt állapot újra. Mindegy, hogy hány évesek vagyunk. A prostatával az a baj egyébként, hogy mint minden szervvel, hogyha nem használjuk, akkor megy tönkre. Használni kell, és akkor nem fog tönkre menni. Márpedig ilyen probléma esetén nem használja az ember, mert az édes kevés, hogy hetente, de van, aki 2 hetente mozdul rá az asszonyra, ráadásul ki sem csapja közben a holt időszakban. És nem tűnik fel neki, hogy baj van, hiszen pont az a baj, hogy nem tűnik fel neki. Ha nincs rendes váladéktermelődés, az érdeklődés is elmarad. Idegenek után még úgy, ahogy érdeklődik az ember, azért ilyenkor is, de ha össze is jön neki, hamar alább, hogy ott is az érdeklődés. És mivel a prostata egy mirigyes szerv, ha nem használjuk rendesen, a mirigyek egy része idővel elhal, kötőszövetesedik, megnagyobbodik, és jönnek az egyéb problémák, amikkel szoktak riogatni a tévében, a gyógyszerreklámokban, hogy így elszorítja a húgycsövet, úgy elrákosodik, stb. Stb. Tehát na mindegy, millió probléma jöhet, és ezek valós problémák, nem csak olyan légből kapott ijesztegetések. Na most, amikor már jönnek ezek a problémák, akkor a kisvirágú füzike, meg a haverjai, mint a prostamol uno, meg az ilyesmi, csak kozmetikáznak, gyógyítani soha nem fognak. Az egyetlen gyógyír a heti 2, de inkább 3 ürítés. Ezt az egy szabályt kell fejben tartani, kiüríteni, vagy így, vagy úgy, kinek mi jut. Tehát ki kell üríteni, de ha az előbb említett urológiai segítséget igénybe vettük, akkor nem kell észben tartani semmit, tehát még ezt a szabályt sem, hogy most hetente 2-3 ürítésbe kell tartani, mert
akkor már ki sem bírnátok, hogy ne legyen onnantól kezdve hetente legalább 4-5 ürítés. Tehát akkor kezdjetek újra gyanakodni, meg ijedezni, ha azt veszitek észre, hogy eseménymentesen úgy telik el egy hét, hogy ez nem is zavar. Gyakorlatilag föl sem tűnt, hogy eltelt, és nem történt semmi. Vagy ha éppen aktus közben egyszerűen csak elszáll az iklet. Na, ezek már azt mutatják, hogy van egy olyan fajta krónikus prostatagyulladásod, ami nem fog még szúró, viszkető fájdalmat, meg ilyen fájdalmakat okozni, meg sűrű vizelésinget, meg akadozó vizelésinget, meg semmit. Csak ennyi, hogy eltűnt a libidó. Volt, nincs. És akkor, ahogy az előbb mondtam, ideig óráig segítenek a tesztoszteronfokozók, meg a potencia növelők, de ahogy lecsengtek vége, jön vissza az eredeti fásultság. És egyébként nagyon hiteles tesztelési módszer, ha megkéritek a párotokat, vagy te magad ellenőrzed, hogy milyen az íze. Ha savasnak, csípősnek tűnik, hülyeség a kajára fogni, mondjuk hagymára, vagy ilyesmire, mert ezt is szokták egyébként, hogy hú, sok hagymát ettem, biztos azért csíp, mikor megelmíti a csaj, hogy te kicsit csípettem a cucc. Na, tehát ez hülyeség. És ha ilyen jön, ha kapsz egy ilyen megjegyzést, hogy amikor hagymára kell fognod az ízét, akkor azonnal időpontot kell kérni az urológusnál. És a probléma megoldódik az itt elhangzottak alkalmazásával. A férfi meddőség linkjét pedig megtaláljátok a videó alatti leírásban, amit az előbb említettem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!